Egy balatonparti telken vagyunk, ahol az elkészült épülethez egy kertet szerettek volna a Balaton és az épület közötti területre. Erre szól a megbízásunk, és erre készítettünk terveket. Ebbe a kertbe helyet kell kapni egy gyerekjátszónak, egy zuhanyzónak és egy ilyen kis kerti konyhának, amit összeintegráltunk egy helyre a kertbe, hogy ne konkuráljon itt a balatoni kilátással. Ezen kívül a szomszédos telkeknek a építményeinek és a kertjeinek a takarásáról kell még gondoskodni. Most éppen a földmunkáknak a vége felé járunk. Ez azt jelentette, hogy a telek vízkoszorító maradjon, körülbelül olyan 40-50 centit emelni kellett, fölemelni az épület szintjéhez a talajt. Ezt indokolja most a utóbbi években jellemző magas vízállás is, úgyhogy a terület magáról a vizet azt elvezeti. Tehát most, amit látunk, az van körülbelül egy olyan 40-50 centis esés a Balaton felé a terasztól. Mikrodombok kerültek itt is kialakításra az északi viharoknak a víz visszavezetésére, illetve hát majd később fog látszódni egy következő időpontban ugye a növénybeültetések. Most a csapadékvízelvezetésnek, az árkai eltemetésének a munkálatai meg a földmunkák vannak, illetve a telek határokon a területfeltöltés. Van egy látványrajzunk, ami az építményről szól, ami ide a teleknek a terasz felüli részéhez fog elkészülni, illetve van egy kertészeti tervünk is, amin jó láthatók a vízelvezetésnek a szaggatott vonalai, meg a hogy majd a világításnak, kerti világításnak a nyomvonalát javasoltuk, illetve hát ez a növénykiültetési terv. Nagyon fontos egy új építésű épületnél, hogy ne legyen vízgyűjtő az a terület, ahova épül, és ilyenkor a beruházásokat érdemes egy magasabb talajszintre tervezni. Itt nagyon jól látszik, hogy egy régi építésű kis ház, amikor nagyobb esők vannak, akkor tulajdonképpen vízben áll a telek, és ugyanez volt a helyzet ezen a telken is, és ezért megemelésre került a vízszint, illetve a mostanában jellemző magasabb vízállás is indokolja ezt, hogy általánosan magasabbra kerüljön a terasz szintjére, illetve a teraszoknak a használhatósága is nagy mértékben javul azzal, hogyha kertkapcsolatos lesz egy terasz. Tehát mindenféle lépcsőket, meg szinteket, szintkülönbségeket elkerültünk itt is, úgyhogy egy kavicságy fog itt az oldalammal az épületnek végigfut, egy kavicságyas szikkasztóval fog csatlakozni a kert teljesen szintbe a gyepfelülettel. Az a tapasztalat, hogy ez sokkal használhatóbbak, meg esztétikusabb is, mint szintkülönbségekkel, meg lépcsőkkel megoldani a kertbe való lejutást. Az épületnek a bejáratának a kihangsúlyozására egy növényágyást hozunk itt létre, noha ez le lett kezdetben burkolva, de a személybejáró mellett fontosnak tartottuk, hogy egy kicsit kertészetileg is hangsúlyozva legyen, hogy igen, ez az épületnek a
a bejárata, a főbejárata. Az épületen van több bejárat is, de ez a főbejárata az épületnek, illetve egy kis növénysziget maradt itt ki az épület mellett, amit szintén a sok burkolatnak az ellensúlyozására ilyen nagyobb méretű és figyelemfelkeltő növényekkel fogunk beültetni, amint itt a rajzon is, vagy ezen a kis látványrajzon is láthatjuk. Az előző forgatásunktól eltelt 3 hét, és hát nem kedvezett nekünk az időjárás, és itt a parti sávon azt láthatjuk, hogy a vakont háló még a talaj felszínén van, ugyanis a többszöri viharos meg esős időjárásnak azt figyeltük meg, hogy a parti sávba annyira kiver a magas vízállású Balaton, hogy állandóan kimosta a vetett füvünket, úgyhogy most amellett döntöttünk, hogy a part melletti 4 méteres sávon gyepszőnyeget fogunk fektetni, és hát annak van előkészítve itt a terep, úgyhogy azért láthatjuk a vakonthálót, mert arra lesz rátéve a gyepszőnyeg. A kert többi részén, az épületig pedig már le van vetve a fű, és épp a kollega itt a parti sávba igazítja a vetésnek a szélét. Vízparthoz közel 2 mikrodombot látunk. Az egyik mikrodomb mögé egy alacsony támfal került, ami mögé bekerült a gyerekeknek a gyerekjátszója, és tulajdonképpen bele lett integrálva be a mikrodomba, és növényekkel lett betelepítve, illetve a gyep neki lett futtatva, hogy egy kicsit ilyen nagyobb térérzet legyen. A másik dombnak a körvonalába pedig növényzet került, ami szintén majd egy ilyen érdekes hatást fog kifejteni a teraszról nézve. Amúgy meg hát az előző itt jártunkkor elmondtam, hogy a domboknak ilyen funkcionális jelentősége is van, és ezt egyébként tapasztaltuk is, hogy ezeket megteszik, tehát hogy nem indul a nagyobb hullámzáskor is, nagyobb esőzésekkor is kivezeti a Balaton felé a csapadékvizet, ami a part felől érheti. Ugyanis itt többségében azért északi az uralkodó szél. Zöld fenyőféléknek az ültetéséhez használunk egy szerves alapú fenyőtápot, aminél megfigyeltük, hogy a növényeknek az eredése biztonságosabb, úgyhogy a kollega most egy ilyet fog nekünk bemutatni. Az ültetőgödör ki van ásva egy oszlopos smaragdtujjának, és tesz a ültetőgödör aljába. Amikor a gyökerek elkezdenek növekedni, a gödör aljába levő szerves gyeptrágya, vagy szerves fenyőtápot el fogja érni. Jó, és akkor az ültetéskor belehelyezi a növényt, beállítja a hogy a növény a legtöbbet nézett pontból mutassa a legszebb formáját, és utána pedig még használunk egy ültetőföldet a gyökerek közé, körül. Egy ilyen ekkora méretű fenyő, két ilyen lapáttal helyezünk be, és utána pedig beülteti a növényt, úgyhogy egy kis gödröt képezünk a növénynek a töve körül. Erre azért van szükség, hogy ugyan lesz itt csepegtető öntözés, de a kezdeti begyökeresedés időszakában a
tömlővel történő öntözéskor megálljon a víz a növénynek a tövébe. Egyébként nagyjából indiferens, hogy körülötte mennyire nedves a talaj. A kezdetekben csak a földlabdánál tud fölvenni vizet, meg tápanyagot a növény. Úgyhogy ezt segítettük elő a behelyezett fenyőtáppal is. Most pedig megtömöríti egy ilyen tányérszerű képet a kollega a növény körül. Most éppen egy korosfának az ültetését látjuk. Ez egy nagyobb méretű valódi tulipánfa. Sokan összekeverik a liliumfával, ugye az magnólia a latin neve, ez pedig egy liriodendron tulipifera. Ő körülbelül 20-30 méteres fává nő, nyáron virágzik, és apró narancssárga kis tulipán alakú virágai vannak. Azon kívül még a levelei is ilyen kicsit tulipán formájúak, úgyhogy valószínűleg nevét is innen kapta. A korosfáknál az ültetésénél azt figyeltük meg, hogy azzal ellentétben, amit még annak idején én is az egyetemen, a főiskolán tanultam, hogy egyszer-egyszer egy méteres gödröt kell ásni neki, és akkor azt föltölteni jó minőségű humuszos talajjal, és abba ültetni a fát. Tulajdonképpen átverjük a fát, vagy a növényt, és egy annál az állapotnál jobb helyre kerül, mint ahonnan a faiskolából érkezett. És utána ebből az ültetőgödörből kinőve, viszont már a helyi, például itt a balatonparti talajba kellene neki nőni, ugyanis mi itt csak ilyen 10 és 30 centi közötti talajbetöltéseket végzünk. Úgyhogy nagyobb eredést értünk el azzal a módszerrel, hogy az ültető a földlabdának a méreténél körülbelül másfélszer nagyobb ültetőgödröt ásunk csak, úgyhogy az első begyekörösedési évnek a tápanyagtartalmát helyezzük el oda abba az ültetőgödörbe, hogy a növény ott meg tudjon erősödni, és utána pedig abba a talajba kell neki helytálnia, ami azon az adott területen van. Ezzel az a megfigyelésünk, hogy évente több ezer növényt elültetünk, hogy ezzel olyan 97-98%-os eredéseket érünk el. A fák esetében is 90%-nál nagyobb az eredéseink. Ehhez mondjuk hozzátartozik, hogy hát olyan faiskolákból, olyan forrásokból szerezzük be az ültetési anyagot, amit megbízhatónak ítélünk. Ahogy az emberek sem élhetnek egészséges élelmiszerek nélkül, úgy a növények sem élhetnek kemikáliákkal. Ezért egy szerves alapanyagokból készült tápanyagot használunk a talajok utánpótlására. A tápanyag növényi és állati maradványokból készül egy speciális technológiával, szemcsézetre, kialakításra, nagyon hasonlít a műtrágyához, hatóanyag tartalma igen magas. Hatástartalma 3 hónap, tehát egy évben 3 alkalommal elegendő használni, tavasszal, nyáron, illetve az őszi felkészítő időszakban. Ez a táp, amit a kezembe tartok, ez örökzöldek számára készült. Ez egy speciális formula, amely a tűlevelektől kezdve a babérfajtákon keresztül a tujákhoz egyaránt felhasználható. Mivel egy balatoni vízparti telken vagyunk, ami nagymértékben befolyásolja, tehát a kiutatott tápanyag nagymértékben befolyásolja a víz minőségét is, ezért megpróbálunk speciális
szerves alapanyagú tápokat használni, ugyanis a műtrágyák azok előidézik a vizek eutrofizációját. Ez a tápanyagcsalád, a Vianó tápanyagcsalád szerves növényi, illetve állati maradványokból készült, 3 hónapos hatóidejű. Amit ebben a kertben használunk, az tulajdonképpen egy alapozó, indító trágya, egy 16-3-8-as összetételű, magas magnézium és vastartalommal. A tápanyag utánpótlást követően érdemes a területet belocsolni, mert víz hatására esnek szét a szemcsék. A kiutatása az nagyon egyszerű, egy kézi, röptárcsás műtrágya szóróval egyenletesen, gyönyörűen kijutatható. Három héttel ezelőtt jártunk itt, amikor arról beszéltem, hogy az épületnek a személybejárója nincs túlságosan hangsúlyosan már magához az épület tömegéhez képest, tehát kicsit bizonytalan volt, hogy hol találjuk az épületnek a bejáratát, és ezt mi megpróbáltuk kertészeti módszerekkel kihangsúlyozni, és erre készült itt egy terv, ami alapján ki lett bontva a bejáró mellett a burkolat, illetve az épület melletti kavics ágyba is növények kerülnek, ami hangsúlyozza az épület főbejáratát. Ezeknek a növényeknek a talaja osztályozott kavicssal lesz lefedve, így meg tudjuk akadályozni a falra történő sárfelverődést. Láttuk a kertet úgy, amikor még a építkezési törmelék itt volt a területen. Aztán láttuk később, ahogy már a feltöltés is elkészült, kialakultak a dombok, elkezdődött ennek a kis játszóhelynek itt az építése. Most pedig úgy látjuk, hogy birtokba vették már a tulajdonosok, és élvezik a nyarat a kertjükbe. A kerttel együtt elkészült a kert hangulatvilágítása is, aminek a világító testei azok nem, vagy pedig kevésbé látszanak, nem dominánsak a kertben. Az esti kertképet viszont nagyban emelik, hogy a melegfényű LED lámpák megvilágítják a fáknak a koronáját, illetve a térelhatároló cserjék és évelő foltokra pedig súrló fényt adnak.